Na szép, jó reggelt mindenkinek! Pali barátom az első, érkezik Rudikával, érkezik Rudika a melót, tudja, többiek is aztán szállingóznak, azok lassan trappolnak még a tóvin, és akkor jövünk ide. Tervbe vettem, hogy az összesen jövünk a télire. Kicsit agyilag nekik másabb lesz valószínű, tehát jobb is, kell is, tala is, egyebek. Tehát érkezik Palinkkal Rudi, aki bazd meg nem hiszem el, hogy így futott utoljára. Hát, hogy így futott. Hát szétdurran te. Mint egy bomba, úgy néz ki. Hát de úgy is megy. Jó, Palika, egy nagyon lassút és egy jó Uber. Kész, és a Redikével ugyanez. Én már el sem mozdulok, innen itt várom a brigádot. Ja, jövünk ide az összessel. Az a Körtánc-Piszrás csapat jó együtt, nem? Egymásnak besegítetek, ha kell, illetve te a Piszrásnak. Danka. Jó. Ma már föl tudom venni, mert itt leszek végig, nem a nyárin. Minden ide, igen. Hát vagyunk vagy 9-en. Szerintem, úgyhogy... Meg a 8 futó nincsen. Na menj, Rudikám. Hát ez a paradicsom. Mindenki mondja, hogy hol van a paradicsom. Hawaii-szigeteken, meg a nem tudom. Nem kívánkozok oda. Viszont itt imádok lenni. Hát ló, persze lószaggal együtt. Úgy értem, most amúgy természetben jövök, azt jó, el vagyok, oké. Amúgy nem szoktam menni, de a lóval kapcsolatos ez a természet, ami itt van. Ezt hallod reggel. De különben felkelek azt is a kertbe. Ugyanez megy. Imádom. Na! Peti barátom megkapta ugye a pénteki pénzét, de előtte már szerdán, amivel nagyon tudnak ideg, hogy nem, mert lehetne többet is, akkor majd jövő héten nem, mert nagyon fontos lenne, így úgy. Mondom, Peti, nem tudok többet adni. Nem. Kedd, péntek, a megbeszélt dolgok. Azt úgy bele is törődött. Hát annyira kellett neki nagyon fontos valamire, hogy állítólag délután a Pali barátommal, aki mindjárt érkezik, cirkuszi mutatványoknak beillő dolgokat műveltek ott a karám és a istáló között. Na, az meg. De annyira kell, annyira kell. Kicsit rap, és a Redikével ugyanez. Trappod végig ezt a egyenest, és mehet. Készülünk 2 hét múlva, ugye. Május 9. Hát nem tudom megérteni ezt a lovat. Valóban, hogyha ez van neki, vagy stressztől, vagy valamitől, ha fut, és ez a hangok, hát nem tudom. Úgyhogy olyan szegénység van, folytatom, ez csak közben Rudika itt megvolt. Olyan szegénység, piára mindig van lóvé valahonnan. Én nem tudom, hogy hogy oldják meg. Nem tudom. Én itt szegénykedek, spórolgatok, kajám legyen. Azt nem is mondom, hogy nincs. Mindig csülkös bab, de van, és imádom. De még pia is lenne, itt mennyi pénzbe kerül, őrület. Ja, áldom magam, ecigi. Antireklám, nem reklám, reklám, mindegy. Tudom, hogy ez belekerül nekem 14.000 forintom. Sajnos ez egy káros szenvedélyem van, meg a lovak. Lovak és a cigi. De 14, amúgy elszív, másfél dobozzal elszívtam anno. Biztos, másfél doboz. Versenynap 2, 2,5. Ez pénzbe horror. Horror, ugye, mindennyi cigire. Hát igen. Embernek van szenvedélye, rossz, meg nem rossz. Na, Bencénk megérkezett, az azt jelenti, hogy a többiek is lassan jönnek. Pali mindjárt itt jön Rudival, aztán jön Redikével. Majd lesz a Piszrás kötéltáncos páros. Ők is még 2 mennek. Szerintem Rudinak kéne, hogy jöjjön. Így is van. Tökéletes! Tökéletes. Olyan ez a ló, mint a bomba, megőrülök. Na mindegy.